Tá. Újra egyébként Nagy Bartos, egyébként újra jelentkezek, egyébként szerény személyem, úgy bizony, dá. Jó kis főhír, igazi törmelői, igazi jajoly finom borral, borovicskevel. Borovicskával egyébként újra jelentkezek, úgy bizony, dá. Zseniális kérdést egyébként kaptam, úgy bizony. Na mindjárt egyébként iszok jó kis kávét, békávét. A lényeg az, hogy valaki egyébként azt írt, de közben elkészítem előtte a kávét. Tehát én tegnap ugye mondtam, hogy én egy ilyen, csak közben kockaja, de ez egy kockaja cukraja? Kocka cukor, úgy bizony, de. Ilyen nagyben kávézás, de ez is kávézás. Tehát tegnap egyébként a nagyban csinálom, vagy kis kávé. 20 darab cukra, ne potyogjatok, anyát, én pompózom, ha egyben picsáruglak, de! Majd mindjárt főveszlek, aztán elvalag, elpicsázlak. Túl drága volt, ne potyogjál, ne potyogjál. Kis kocka, egy kis erő, energia, kocka, a cukor, úgy bizony. Kis jó kis kotyogos kávé. Tehát tegnap egyébként írtam, úgy bizony, dáú. Jó kis kávé. Né. Ocs lényeg, nazdarva, hogy tehát tegnap egyébként írtam azt, hogy a réteg a tiszta, hogy a beszállt. Tehát, hogy ne a multinacionális cégeket támogassuk, de hanem például a kis termelőket, stb. Ha már egyszer annyira lusták vagyunk, és nagyba így lusta patkányok, nagyban szélkakas kinézeti, nagyban tés, szélkakas kinézeti, szélkakas, hogy, tehát ne a, tehát a kis termelőket és az ős termelőket, tehát onnan vásároljunk, ha már, tehát ne a multik, ne a tőkés szemétláda a multikapitanál cégek, nem az előbözi. Jó kis fekete kávé. Ide teszem addig a bögrejét. Bögreje? Bögreje. Tehát. Vagy inkább ide teszem, jobban mondom, mert nem látszik akkor zseniális pofám. És akkor valaki egyébként így beírta, úgy bizony, de, hogy meg nagyban száraz kiflaja. Száraz kiflajával áztatom. Nagyban. Száraz kiflaja. Egy hetes kiflaja. Na. De hát valaki egyébként beírta azt, hogy én el vagyok tévedve. Azoknak papolok a fogyasztói társadalom ellen, akik maguk is fogyasztói, tehát benne vannak ebben a körforgásban, megnyitok a kis boltból. Benne vannak, és azt írta összegezve, hogy nagyban fogyasztói társadalom, lom, társadalom. De. Bottok jó kis fehérbor, fehér. Tehát, de. Tehát, hogy azok tolják a 10-20 éves gyökerek, így írta, így fogalmazta, tehát azok nagyba, de ezeknek a jó, meg majd egy kis művilág, egy kis műanyagvirágot is eszek. Művirág, de M-vitamin. Művirág? De ezzel húzom az időt, mert elmegy az evés hívása. Tehát azok a kölkek, gyerekek, akik fiatalok, akik néznek, de... Legnagyobb szekértolói a mai fogyasztói kapitalista társadalomnak, és pont olyan... És én azt írja, hogy én... hogy divatból fél évente, egy évente új telegrácsot vesznek, stb. De
Igen, és hogy... hogy én is haszonélvezője vagyok ennek a kapitalista társadalomnak. Ebben csak részben van egyébként, kedves csomentülő, részben van egyébként ebben csak igazad, mert ugye próbálok a kapitalista társadalom ellen. Na de, a bort valójában igen, multinacionális cégeknél veszem meg. Ez igaz, ez így van, de ez tökéletesen így van. A kávét az szintén, mivel nem tudom máshol megvenni, tehát nem tudok szocialista módba bemenni, mivel nincsen más szocializmus. Tehát valóban egyébként ez így van, hogy én csak részben vagyok. Jobban tenném egyébként, én ezt szoktam is. Na, de beúzzom. Hogy kocsmába kis vállalkozóknál veszem mondjuk meg a bort, vagy saját magam megcsinálom, de akkor megint benne vagyok ebbe a spirálba, mert ugye, das ist ugyi, da, a cukrot is egyébként valahol megkövenjünk. Kisvállalkozótól vegyem meg a cukraját is például. Igyekszem egy, vagy a dohányt például, amit szívok. Vagy mit tudom én, tehát akármi, meg jaj, van mű, ja, de, meg jó kis művirág, M-vitamin művirág. Tehát, de, arra egyiknek a csönöket, hogy igyekszem minél jobban önellátó lenni, például nem dolgozok kapitalista nagygyárakba, tehát nem termelem a külföldi, meg a hazai tőkéseknek, nem tolom a szekerit például. Megművelem agyindvá, megművelem a kertet, megművelem a kertet. Igen, de, és a, ja igen, de hogyha ezek a gyerekek egyébként, ugye bár ezt nagyon jól tudom, hogy tolják a kapitalista szekeret, stb. Tehát, hogy a fogyasztói társadalom tagjai. De ha már, mivel én tanár vagyok, pedagógus, ha már két emberhez, de a száz emberből kettőhöz, már eljut egyébként az agyáig az, hogy amit mondok, hogy igenis a kapitalizmus ellen harcolok, stb. Megvitett. Ha már 100-ból 2-nek elér az agyáig, elgondolkodik egyébként rajta, hogy én mit beszélek, már akkor megérte. Tehát 100-ból ha 2. És ha még meg is fogadja a tanácsomat 1000-ből 2, az meg már akkor... De. Nem is kell, hogy megfogadja, csak gondolkozzák el rajta. De hogy bizony. Ennyi, de. Na, tehát ha 100-ból 2, akkor már jó arány. 100-ból 2 csak gondolkozik el, amiket mondok. Ennyi. Már akkor megérte a munkásságom. Na, de. Konyhát, hogy bizony.